A Nemzeti Tehetségprogram keretében Kobak Csalogató címmel pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a Hazai és Határon Túli Óvoda Tehetség Kibontakoztató Programok Támogatása című NTP-OTKP-19-00-93 pályázati azonosító számon szereplő Kobak Csalogató elnevezésű nyertes pályázat 2019. október 1 és 2020. december 31-e között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 800 ezer forint. A pályázati programban az óvoda Kobak Csalogató logikai-matematikai tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Posztosné Kovács Éva tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja egyéni érdeklődésnek, szükségleteknek megfelelő tevékenységek, változatos tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása, készjátékok, táblajátékok, képkeresők alkalmazása, amelyek fejlesztik a logikus, kritikus és kreatív gondolkodást. A műhely munka során olyan élményt nyújtó tevékenységet biztosítunk a gyermekek számára, amelyek az intellektuális érzelmek kíváncsiság, alkotási felfedező vágy, öröm, sikerélmény gazdagítását szolgálják. Logikai játékok megismertetésével, alkalmazásával és konkrét tapasztalatok szerzésével a problémák felismerését, megfogalmazását, eredeti ötletek alapján történő megoldását, következtetések levonását tanulják és gyakorolják a tehetségigéretes gyerekek. A gazdagítás a tehetségfejlesztő műhely munka legmeghatározóbb eszköze. Ennek keretében a tehetségigéretes gyermekek adottságainak megfelelően folyamatosan új ismeretnyújtása, problémahelyzetek állítása a tehetség kibontakoztatása érdekében. Egy-egy projekt végén olyan programok szervezése, amelynek során a gyermekek a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat változatos körülmények között alkalmazzák, kiemelkedő adottságaik elmélyülnek és magasabb szintre jutnak. Élményszerző és lazító programokon vettünk részt. Kirándultunk a Kun emlékhelyhez, a különböző irányba tekintő kőszobor Györfi Sándor Munkácsi díjas szobrászművész alkotása. Elmentünk a Zádor hídhoz is. A régi időkben a híd körül a lápokban, a nádasokban vízi madárparadicsom volt. Tapasztalatszerzés közben beszélgettünk a vízi élővilágról, a folyószabályozásról, a természet védelméről. Megtekintettük a morgó csárdát, a betyárok búvóhelyét. A gyermekek nagy érdeklődéssel voltak jelen ezeken az alkalmakon. A gyermekeket a szülők hozták el a Kun babákhoz és a Zádor hídhoz.